Az ügyészség indítványa szerint a férfi édesanyja lakóházának udvarán ittas állapotban szóváltásba keveredett édesanyjával, amiatt, hogy a férfi keveselte azt a 2000 forintnyi összeget, amit a sértett favágásért akart adni neki. Az ittas állapotban lévő férfi keveselte az édesanyja által a munka fejében felajánlott 2000 forintot és tőle további pénzösszeget követelt. Amikor a sértett ezt megtagadta, a férfi a kezében lévő működő láncfűrésszel rendről felfelé irányuló mozdulattal a sértett karját megvágta, neki 8 naponta gyógyuló roncsolásos sérüléseket okozott. A sértett a bántalmazást következtében 8 napon túl gyógyuló sérülés szenvedett. A tiszafüredi járás ügyészség azért kezdeményezte a gyanúsított letartóztatását, mert a kiszabható büntetés mértékére figyelemmel alappal lehetett tartani attól, hogy megszökik, elrejtőzik, illetőleg attól is, hogy a vele egyháztartásban élő sértettet a vallomástételben befolyásolná, és ezzel a bizonyítást megnehezítené. A szolnoki járásbíróság nyomozási bírája a férfi letartóztatását elrendelte. A szolnoki járásbíróság nyomozási bírája a férfi letartóztatását elrendelte. A döntés ellen a gyanúsított és védője fellebbezett.